Ezt gondolom az egyik legnagyobb tehetségemnek, hogy össze tudom hozni a különböző nézőpontokat és pólusokat, és tudok egy olyan olvasztó téged biztosítani, és egy olyan kommunikációs folyosó tudok lenni, ahol megtaláljuk azt, ami a közös egymásban. Székelyföldön születtem, Székelyudvarhelyen 1988. február 12-én, és szeretetteljes családi légkörben, nagy családban, ahol a nagymama, meg a kisgyerekek, meg a nagynéni, meg a keresztanyú, mindenki egy kolóniában együtt élte az életét, természet közeli helyen, konkrétan a Hargita lábánál, ténylegesen kopasztott csirkét ettünk, és minden gyümölcs, ami megtermett és zöldség az udvaron, azt dolgoztuk fel. Szóval nagyon egészséges, egyszerű, dolgos székely családból származom. Anyukám egészségügyben dolgozik, az apukám meg egyszerű kétkezi munkás, egy ezermester, rengeteg dolgot csinál, ő építette a házunkat, tehát így nagyon sok mindent, tulajdonképpen mindennel megbirkózik, ami feladat, és így az egész családom, tehát emlékszem, hogy nálunk az így ilyen megjegyezték azt, hogy bóti kenyér van. Tehát ilyen teljesen egyértelmű volt, hogy minden, amiben élünk és amit fogyasztunk, azt így mi termeljük és mi hozzuk létre. Azért a székely zárt közegből azért kellett nagyon sokat nekem fejlődnie a nyitottságomnak, hogy tudjak nagy közegben létezni, főként kikerülve ebből a szűk kis megtartó közegből, már az egyetemen románok közt nagyvárosban boldogulni. Nagyon-nagyon sok fejlődést kívánt meg ez tőlem, és tényleg nagyon sokat nyitott rajtam ez a sok helyzet, amiben azóta kerültem. Egyébként sokkal extrovertáltabb voltam, és kis szószátyár, kislány voltam, mindent akartam csinálni, mindenhez akartam érteni. A szavaló versenyen ott voltam, a kórusban ott voltam, a hőokban, néptáncra jártam, ifi táborba, mindenhol szerveztem, szóval eléggé a középpontja voltam az iskolában is, meg mindenhol ezeknek a szociális tevékenységeknek. Sokkal jobban szeretem a középpontban lenni, mint most szeretek, azóta azért sokkal inkább háttérbe vonultam, és már nem beszélek annyit, és nem akarok mindenhol én lenni az első. Sokkal komfortosabb már inkább megfontoltan hátul lenni. Na de visszatérve, én egyébként színésznő akartam lenni, amit a szüleim nem feltétlenül támogattak, amit most már nem is tartok annyira nagy bajnak, mert ez egy kicsit ilyen átgondolatlan lázálom volt nálam, és nem feltétlenül volt egyenesen arányos a tehetségemmel. Képzőművészetben is ügyes voltam, otthon voltam, tanítóképzőbe jártam, jól értettem dolgokhoz, tudtam énekelni, táncolni azt már nem annyira, meg a vers mondás se annyira működött. Aztán elkezdtem titokban járni egy nagyon szuper otthoni színésznőhöz, akivel elkezdtük a gyakorlatokat, a felkészülést tulajdonképpen egy esetleges színi felvételire, és azért ott kiderült, és éreztem, hogy ez nem annyira komfortos nekem ez a világ, mint amennyire én ezt szerettem volna. Azért sokkal álmodozóbb voltam azóta, ez is megváltozott, sokkal inkább a földön járok már. Azt hiszem, hogy én nem szeretek olyasmit csinálni, amiben nem vagyok a legjobb. És most már tudom, hogy amit szeretnék nagyon, és amiben a legjobb vagyok, az nem mindig ugyanaz. És az, amiben tényleg tudok nagyon jó lenni, és kiemelkedő alkotni, amit senki más nem tud, az, ami engem inkább boldoggá tesz. Inkább arra emlékszem, hogy amikor elkezdett összeállni az, hogy amiket én elkezdtem az életem során, és amikbe belekezdtem, és mindig abba hagytam, és akár egy picit kudarcként éltem meg, az a nap végén, vagy így egyszer csak fölérve egy magaslatára az életemnek, akkor már így minden összeáll egy képé. Hogy így ebbe szép valahol így az életem, mint egy isteni alkotás, amit akár én is írok, vagy rendezek, hogy így mindennek értelme lesz utólag. És azt érzem, hogy ahol most tartok, ahhoz mind kellettek ezek a fázisok. A legelső találkozásom a zenével, az, amikor mondta az anyukám, hogy azt mondták az óvonénik Adélka, hogy irassunk be téged zeneiskolába, mert hogy egész nap
énekelsz az óvodában, és miközben mindenki alszik, te sosem alszol, hanem csak énekelsz. Ez egyébként mai napig így van, én rengeteget éneklek, és dudolászok a fejembe folyamatosan dalokat, meg dallamokat, és ez már egyáltalán nem tudatos, tehát hogy meetingeken, meg otthon, ágybevetés közben szokta kérdezni a barátom, hogy ez az a dal, amit éppen dúdolsz, és így nézek, hogy én most éppen dúdoltam valamit. Szóval elmentem egy ilyen zeneiskolai felvételire, ahol kopogni kellett ceruzával, meg visszaénekelni dallamokat, és a kicsi kutya tarkát adtam elő, és hát fölvettek a zeneiskolába, és a kórusban nagyon-nagyon szerettem énekelni. Egyébként is zongorát tanultam 1-4-ben. A zeneiskola és a képzőművészet után átmentem egy általános iskola felső tagozatos suliba, ahol nagyon-nagyon közeli kapcsolatba kerültem egy csodálatos magyar tanárnővel, magyar-román irodalom tanárnővel, aki szerintem az életem egyik legfontosabb embere volt, aki engem befolyásolt mind személyiségfejlődésben, mind kulturális szempontból, őt Nagy Ilonának hívják. Izgalmas dolog, hogy most például dolgozom is a fiával, aki szintén itt Budapesten íróként tevékenykedik, őt Nagy Koppány Zsoltnak hívják. És valahogy ebben a sok suli, sok különböző próbálkozások után úgy éreztem, hogy nyilván nekem is fogékonyságom volt, de hogy valahogy a tanárnő is rávezetett arra, hogy az irodalomban, meg ezekben a művészeti alkotásokban én így otthonra találok, meg biztonságra találok, meg hazatalálok, és rengeteg verset kezdtem el olvasni, és azt gondolom, hogy itt alakult ki nekem az a fajta szemléletem, hogy így az életemet minden szempontból végig kísérik a művészeti alkotások. Amikor igazán fontos lett számomra a zene, az a tini korom volt, amikor vigaszt találtam a hiperkarma szövegekben, és rezonáltam azokkal az ott elhangzottakkal, és azt éreztem, hogy fú, hát nem vagyok mégsem egyedül ebben a nagy világfájdalmamban, hanem itt vannak még sokan, akik ugyanezt érezték. Szóval számomra a szöveg az mindig ugyanolyan fontos volt, mint a zene, sőt, lehet, hogy a szöveg az még fontosabb volt számomra mindig is, mert egyébként nagy hatással volt rám az irodalom tanárom. Igazából nem volt egy ilyen döntés bennem, hogy én zenével kapcsolatos dologgal szeretnék foglalkozni, és most sincs. Bennem az alapmotiváció az a közösségépítés, és az emberek összehozása, és a különböző emberek egybeterelése, és a nézőpontok egybeolvasztása is, és az egybeterelése. És az, hogy ennek a zene az apropója, meg a különböző társművészeti ágak, és ezek viszonya, az csak egy áldás. Én nagyon korán elkerültem a családi háztól, vagyis hát 18 éves koromban, amikor az egyetemre felvételiztem, akkor Székelyudvarhelyről egészen Nagyváradig költöztem, ami jó sok 100 kilométer, és azért egy óriási városba hirtelen kiszakadva a kis meleg közegből, nagyon egyedül éreztem magam, és intenzíven a bőrömön éreztem ezt a román-magyar szétszakítás kérdését, és azt, hogy mennyire meg akarják különböztetni egyiket a másiktól a gyakorlatban, és hogy igazából mennyire nehéz is az egyénnek megtalálni ebben a jó egyensúlyt a saját életében, és hogy legyen egy közeg, aki őt elfogadja. Ezek nagyon erősen foglalkoztattak, és két nagyváradi és egy magyarországi nagyon jó barátommal együtt alapítottuk meg ezt a helyet. Nyilván ők tették mellé a tőkét, hiszen én csak lelkes amatőrként segédkeztem egyébként mindenben. A szervezésben én szervíroztam a kávékat, én ültettem a növényeket, együtt festettük a falrajzokat. Tehát én voltam úgymond a lelke, ők meg így próbálták piaci alapon összerakni a helyet, és hát ebből alakult napról napra egyre inkább duzzadó, fontos, kulturális, de szellemi közösség is, konkrétan egy nagy család tényleg. A Moszkva adott lehetőséget arra, hogy építsünk egy olyan közösséget, amire érződött, hogy nagyon nagy igénye van az embereknek is, és én mai napig állítom, hogy az volt az egyik legboldogabb időszak az életemnek ebből a szempontból, hogy egy nagyon gazdag, jó lelkű,
értelmes és nyitott baráti társaságban tudtam ott létezni, és mindannyian éreztük, hogy itt valami különleges történik velünk, és nagyon támogató közeg volt. Nagyváradon nem igazán volt egy olyan működő kulturális tér vagy közösség, ahol a magyarok számára lettek volna események megtartva, miközben egy nagyon izgalmas hely a határszélen ez a város, ahol a kibeutazókat tök jól el lehetett csípni. Tehát, hogy azt, aki mondjuk jött Debrecenbe a roncsbárba, vagy azt, aki éppen valahonnan jött és Bukarest fele tartott, mindenkit el lehetett kapni útközben, és akkor hogyha az ember szemfülesen nézte, hogy mi történnek a környező országokban, városokban, akkor tök jól le tudta bukolni oda azokat a bandákat, úgy magyar, úgy román vonalról, és egyáltalán nem csak könnyű zenei események voltak itt, hanem irodalmi események, képzőművészeti események, de volt ez egyszerre próbahely, meg stúdió, meg a színház próbált ott rengeteget, és közben ugye lásd, tényleg összeérnek a dolgok, én mindemellett dolgoztam még a színházban is, tehát hogy azért egyetem mellett volt itt aktív munkaéletem is, szervezője voltam a Nagyváradi Szigligeti Színháznak mindeközben, ami pont a Moszkva mellett van. Tehát, hogy így egy ilyen erős kulturális mag jött létre, aminek szintén különlegessége az, hogy egy helyen egymás eseményeire jártak a románok és a magyarok egyaránt. Amire szerintem egész Románia, vagy a határon túli magyarság szintjén kevés példa van. Egyrészt azért volt nagyon meghatározó, mert felemelő élmény volt az, hogy hittek bennem és engedtek alkotni az akkori tulajdonosok. Másrésztről meg, ami nagyon sokat jelentett nekem, hogy először megérezhetem annak a sikerét, hogyha sok munkát beletesz az ember valamibe, akkor az működni fog. Nem kell hozzá extra tehetség, nem kell közgázegyetemet elvégezzen az ember ahhoz, hogy rendezvényeket tudjon szervezni, hanem egyszerűen, hogyha dolgozik, a tudása szerint megtesz mindent, akkor egy idő után ez menni fog a saját lábán, és egyre több ember jött, egyre nagyobb koncerteket tudtunk szervezni, és egyre többször történt meg az, hogy teltházak voltak, és kint maradtak emberek, és már oda jutottam el, hogy az összes magyar zenekar írogatott az e-mail címemre, hogy mi is szeretnénk a Moszkvába menni. Emlékszem, amikor egy hétfői gyűlésen felhívott a Lovasi, hogy visszatérnének a Kispállal, de hogy azért ez mégse ott orfűn, az óriás nagy tömeg előtt, hanem hogy csináljunk egy nyugis, családias főpróbát a Moszkvában. Ezeket ilyen sikereknek éltem meg. Mivel nagyon intenzíven élem az életemet minden fronton, azóta is, szakmailag is rengeteg energiát és erőforrást beleteszek abba, hogyha valamit elkezdek. Ez egyértelműen együtt jár azzal egy idő után, hogy elfárad az ember, kifullad, azt érzi, hogy a kereteim belül mindent megtett, és ennél már nem lehet ehhez többet hozzátenni. Ezt éreztem a Moszkvánál is, és azt éreztem, hogy az életem legfontosabb célja, és ezt mai napig így gondolom, az az, hogy mindig fejlődjek, és egyre feljebb jussak a saját személyiségfejlődési létrámon, de szakmailag is, és minden szempontból egyre többet tudjak tenni, és sose kényelmesedjek bele semmibe, vagy legyek középszerű. És emiatt, amikor azt érzem egy helyzetben, hogy itt én már nem tudok a napok elteltével többet hozzátenni, vagy többet kihozni belőle, akkor azt érzem, hogy itt az ideje egy váltásnak. Ez jött el a Moszkvánál is, és tulajdonképpen egyik napról a másikra minden átgondolás nélkül felköltöztem Budapestre, és azt mondtam, hogy hát akkor most én itt bele dobom magam egy nagyon mély vízbe, ami majd fölráz, és hát így is történt. Hát ez nem is volt annyira fényes, mint ahogy kinézett. Természetesen nagyon féltem, de én amikor félek, akkor engem elfog valami euforikus érzés, ami ad egy olyan energiát, hogyha félek ettől ennyire, akkor az pont azt jelenti, hogy erre kell menni. És azért ennek lesz egy nagy eufóriája idő után. Hát ez egy év után jött meg itt Budapesten. Emlékszem, amikor a Madách téren laktam, akkor éreztem, hogy fú, ezt én túléltem. De hogy azért ez kemény volt. Emlékszem, hogy
átmentem hidakon fölöslegesen, nem értettem, hogy akkor innen most melyik Buda, melyik Pest, melyik hídon kell átmenni. Elképesztően félelmetes kavargásaim voltak éjszaka a 7.-8. kerületben, mert én meg akartam tanulni és meg akartam érteni ezt a várost, meg ennek a városnak a működését, ami egyértelműen sokkal ridegebb és keményebb, mint amiből én jöttem. Tehát így nagyon sok helyzetben azt éreztem, hogy itt mindenki többet tud nálam. Sok állásinterjúm voltam. Igazából úgy indult, hogy kivettem egy albérletet a Szövetség utcában, és adtam magamnak egy hónapot, és írtam az összes szakmai kontaktomnak, hogy itt vagyok, ezt tudom, szeretnék csatlakozni ehhez a brigádhoz, dolgozni együtt, van-e szükségetek rám, hogy látjátok, nyitottak vagytok-e. És akkor elmentem több ilyen körös találkozóra, voltak benne egészen megalázóak, sikertelenek, azért tényleg oké, hogy volt már egy komoly zeneipari tapasztalatom, de nem itt és nem ebben a közegben. És nagyon-nagyon érdekes, teljesen sorsszerű hívásom volt ennek az egy hónapnak kb. A vége fele a Pásztor Annától, akinek volt egy koncertje Moszkvában, mielőtt eljöttem volna, hogy itt vagyok-e Pesten, ahogy meséltem, mert hogy ő nagyon sok komplex művészeti, összművészeti programon, meg koncerten gondolkodik, amihez pont egy ilyen segítség kéne, meg egy ilyen látásmód, ami én vagyok, és hogyha igen, akkor most jöjjek már át, mert a Moszkván lenne egy találkozó, már is egy projektről beszélni, és akkor szeretné, hogyha minél hamarabb elkezdenék ezen dolgozni. És teljesen hihetetlenül kerültem bele ebbe a kavalkádba, ami aztán az Anna and the Barbies 7 éve volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy ilyen gyönyörű álmokfutás volt ez a 7 év. Anna nem engedi sem a zenekarát, sem a körülötte lévő embereket egy pillanatig sem unatkozni, és minden alkalommal újraírodnak a már eldöntött statementek is arról, hogy mi is az Anna and the Barbies, mi az, amit ő csinál. Elképesztően különböző műfajokhoz nyúl hozzá, és folyamatosan ő is magát kihívások elé állítja, mint ahogy én is. Ebben nagyon szépen rezonáltunk, és egymásra találtunk, és főként, hogy még nem volt itt kialakulva, úgymond a magánéletem, nem nagyon voltak más területei az életemnek, amit igényem lett volna megélni. A munkán keresztül éltem meg az egész életemet, és hát éjjel-nappal turnéztem a zenekarral, és a szamurájoktól a testfestőkig folyamatosan éppen egy kolóniával jártuk az országot. Nagyon sok izgalmas projektet hoztunk tető alá, ami szintén egyedülálló volt, és valami olyasmi, amit még soha nem csinált senki. Tehát mindig a nulláról kellett valamit összehozni, természetesen jó kis magyar sufni tuning módra, tehát nem óriás apparátussal, nem nagyon nagy pénzekből, de mégis nagyon szép dolgokat csináltunk, például az egyik nagyon nagy álom volt ez a cirkuszos koncert, amiből végül mozifilm is lett, ami így a zenekar életét, meg az Anna arcpoétikáját mutatja be. Az egy nagyon nagy szerelem projekt. Szerintem az, hogy egy ilyen erős karakterű, már több mint 10 éves karrierrel rendelkező befutott zenekar elfogadta az én új látásmódomat, úgyhogy én nem voltam menedzser előtte, tehát én nem egy sikeres top menedzser voltam, nem emiatt hívtak oda magukhoz, hogy nagyobb koncerteket kössek, nagyobb gázsikért, hanem mert látták bennem talán ezt az összművészeti szemléletet, hogy össze tudok hozni dolgokat, meg embereket. Ezt tartom a legnagyobb sikernek, hogy ők elfogadták és megengedték azt, hogy az arculatot újraírjuk, hogy a klipeket máshogy csináljuk, hogy a kommunikáció más legyen. Ők is szabad kezet adtak nekem egy csomó dologban, ami által rengeteget tudtam tanulni, meg fejlődni. Ez az időszak, az nem az otthon ratalálás időszaka volt az életemben, hanem inkább ez a
kicsit megőrülés, önmagam keresése, azért az Anna is az extrémitásokban eléggé otthon van, amiben szintén vitt engem magával, és nagyon erősen sok irányból elkezdtem az életet megszagolni, megérezni, meglátni, és el is fáradtam egy kicsit ebben, hogy nincs gyökerem, nincs magánéletem, nincs rutinja és rendszere az életemnek, azért ezt ténylegesen nem lehet sokáig csinálni szerintem. Azt, hogy az ember mindig éjfél után fekszik le, de inkább reggel 6-kor, és mindig délben kell fel, és közben meg így az egész élet így valahogy elmegy mellette. Annak ellenére, hogy gyönyörű és csodálatos dolgokkal lehet találkozni az éjszakai életben is, azért ez egy idő után csak így fölteszi magának az ember a kérdést, hogy akkor biztos-e, hogy ez az én életem. És elkezdett egyre nagyobb igényem lenni arra, hogy lenyugodjak, hogy rendszerem legyen, és hogy kialakítsam az egyre nyugalmasabb saját családi közegemet. Egyrészt ezért lett vége, de leginkább azért, mert itt is azt éreztem, hogy én már megtettem mindent, hogy nem tudok már ennél többet hozzáadni ehhez a produkcióhoz. És nyilván jött a Covid, egyre kevesebb koncert lett, és egy kicsit így a zenekarban is mindenki hibernált, és akkor értelmezte újra az életét, és azt, hogy mit várja ettől a produkciótól, és akkor beszéltük meg az Annával, hogy lehet, hogy most elengedjük egymás kezét ebben a formában, és azóta van is egy szuper srác, aki most viszi őket, a Csehszombati Balázs, és tök más lelkesedéssel tud ehhez hozzáállni, úgyhogy ez egy sikersztori szerintem így. Szakmai szempontból egyáltalán nincs bennem irítség vagy féltékenység. Ilyenkor inkább föllángol bennem annak a vágya és a motivációja, hogy ezt én is magamével akarom tenni, ezt meg akarom tanulni. És érdekes, mert rájöttem az évek során, hogy nem minden, de nagyon-nagyon sok mindent el lehet sajátítani. Tehát szerintem a szorgalom az legyőzi nagyon sokszor a tehetséget. Én időközben elkezdtem más projektekkel is foglalkozni, mert azért a több lábon állás az egy fontos dolog ebben a nagyon bizonytalan időszakban, és jó az, hogyha kizökkent valami abból a nagyon fix fókuszból, ami akkor ez a zenekari menedzsment volt, meg turnézás, és az összes social, meg az összes ezzel járó feladat, mert én azért ott egy ilyen nagyon 360 fokos dolgot vittem. Elkezdtem lépésenként azért építeni a hétköznapi életemet, és kezdeni valamit a hétfő délelőttökkel is, és nem csak a backstage-es esték léteztek már az életemben, és elkezdtem foglalkozni más projektekkel. Ekkor jöttek az interjúzások a zenekarokkal, és annak ellenére én hiszem és vallom azt a párkapcsolatokban és a munkában is, hogy kell hagyni egy kicsi szünetet az átjárások között, és kell egy kicsit tisztulnia az ember agyának, főleg ilyen mennyiségű feladat mellett. És elkezdtem, bár nagyon-nagyon nem vagyok spiri, az egyik legracionálisabb embernek tartom magam, ami még szerintem nők között is egy kifejezetten különleges működési forma, de azt hiszem, hogy így, hogyha bízunk benne, hogy megtalál bennünket a jó feladat, akkor az ténylegesen el fog jönni, és nyugodtan lehet egy kicsit ülni, és kakaót inni, és könyveket olvasni, mert nem dől össze a világ, ezt mondjuk ugye magamnak is mondom, mert azért én erősen túlpörgöm magamat a tengelyem körül, tehát hogy szerintem azért 5 embernek a munkáját láttam el mindig is, ami nem feltétlenül jó abban, hogy akkor nem is tisztul le a fejemben, hogy ki is vagyok, és mit is csinálok. Szóval időközben talált meg ez a feladat is, amikor a hangfoglaló programirodát kezdtem el vezetni, és ott is teljesen bele ártottam magam, és jött az új lendület, és átláttam az egészet, és elkezdtem összerakni, és gyorsan ráncba szedni. És hát akkor jött a még több feladat. Igen, ahogy bekerültem ebbe a kicsit állami, irodai, komoly adminisztrációs, komoly szabályrendszer szerint működő vállalati közegben, még akkor is, hogyha ez egy fő kulturális, vagy hát főként kulturális tevékenységet ellátó szervezet, azért nagyon kötött a működése, és nagyon szigorú. Én előtte
egyáltalán nem voltam soha ilyen körülmények között, nem dolgoztam, nem jártam be irodába, nem volt saját íróasztalom, nem volt névjegykártyám, mert nem volt erre szükség semmilyen szinten, azért a könyvzeneiparban ezek nem a kötelező elemek, de ehhez képest ilyen vaskalaposabb rendszer volt sokkal, és szerintem emlékszem, így furán néztek rám az elején, hogy itt van ez a lány, nagyon karakán, nagyon ügyes, de hogy azért persze, hogy a zeneipar meg a művészek, de hogy azért itt komoly elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy állami szervezetként valaki jól működtessen komoly programokat, és itt is kihívásnak éltem meg azt, hogy semmi gondot nem okoz reggel 8-ra bejárni, semmi gondot nem okoz tökéletesen fogalmazott e-maileket írni, elszámolás, Excel tábla, PowerPoint, meg lehet ezeket csuklóból tanulni, nem egy nagy ügy, és büszke voltam arra, hogy én ebben a közegben is tudtam friss maradni, izgalmas, tudtam a kreatív énemmel létezni benne, de mégsem okozott gondot profin a kötelezvényeket is mellé tenni, és hát nagy meglepetésükre akkor látták, hogy ha ez működik nekem, akkor gyorsan rám tesznek még több feladatot, mert hogyha ennyit bírtam vinni, akkor bírok még többet is. És akkor könyvzenei igazgatója lettem tavaly nyáron a Petőfi Kulturális Ügynökségnek, és elkezdtük építeni erősen a hajógyárt. Van egy úgynevezett 5 éves terv, magyar könnyűzenei stratégia, ami el lett fogadva, és ez az egész könnyűzenei szcéna megsegítésén munkálkodik, nagyon sok program keretében, pályázatok formájában és szakmai programok megvalósítása révén, sok együttműködéssel a szakmai szervezetekkel, és ennek az egyik része, az egyik nagyon fontos pillére is eleme az az, hogy felületet biztosítsunk a hazai alkotóknak, ahol nívósan meg tudnak mutatkozni, és nemzetközi sztenderneknek megfelelő anyagokkal vannak jelen az online térben, és eljutatjuk őket a közönségükhöz. Hát ez a hajógyár, egy nagyon erős videós csatorna, amiként indultunk. Aztán egy multimédiás felület, ami ugye a hajógyár.hu, ahol minden tartalmat lehet hallgatni, nézni, olvasni. Készül éppen a programnaptárunk, és nagyon sok izgalmas térképes, meg mindenféle fejlesztéssel készülünk. De mindemellett van egy nagyon erős offline lábunk, ugye a fesztivál jelenlét, szakmai események, az A38 hajón vagyunk ott minden kedden a zenei és társművészeti crossover eseményekkel, ami szintén egy nagyon sikeres projektje volt az elmúlt egy évnek, de egy mondatba foglalva, a hajógyár, minden, ami könnyűzenei szempontból történik az ügynökség körül, annak a gyűjtőfelülete. Több szempontból egyedülálló az, amit csinálunk. Elvi meg ideológiai szempontból nagyon-nagyon fontosnak tartom azt a vonatkozását a hajógyárnak, hogy ez egy olyan gyűjtőfelület, ahol mindenki megfér. Én egy nagyon alter közegből jöttem, emlékszem, Nagyváradon fogható volt még a régi Petőfi Rádió, és ahol a sok zenekar befutott, Hiperkarma, a Borjék, és egy csomó olyan magyar alter zenét hallhatunk, amihez előtte nem jutottunk hozzá. És emlékszem is, amikor elkezdtem az Annával dolgozni, akkor a moszkvások mondták, hogy fú, hát azért mégiscsak kereskedelmi televíziózás, fú, azért ez nagyon mainstream, tudod, hogy így, hogy ma azért megvolt ez a Székelyföldön is, mindig voltak a diszkósok, meg voltak a reprokosok, és mindenki azért úgy köpte a másikat, és mindenki szerint az, amit ő képvisel, valahogy mégiscsak az a magasztosabb, és egy nagyon fontos céljának tekintem a hajógyárnak azt, hogy mi nem vagyunk hajlandóak ezeket külön szedni és értékítéletek alapján ide-oda kategorizálni, mi az a polc akarunk lenni, ahol minden ugyanúgy megfér, és ugyanolyan szépen bemutatva, ugyanolyan komoly szerkesztéssel, ugyanolyan képi világgal, a nagyon mainstreamtől egészen a réteg műfajokig, a népzenészeken át, a roma zenészekig, a DJ-k, a rapperek, a hip-hopperek, és mindenki ugyanott van, és ugyanolyan komolyan veszük, és ugyanúgy értékeljük. Tudtam, hogy nem lesz könnyű feladatom, de valahogy mégis azt érzem, hogy én vagyok a legjobb ember erre a feladatra. Emlékszem tisztán, amikor
megkaptam a felkérést Demeter Szilárdtól, hogy akkor kezdjük el ezt építeni, és kezdjek én ezzel foglalkozni, mert úgy látja, hogy az én szerteágazó tudásom és az, hogy én a zenészek közül és a piacról jövök és piaci alapon működő dolgokat vittem eddig sikerre, az garanciája annak, hogy ebben az állami szektorban is fogom tudni azt képviselni, ami tényleg a szakmának a legjobb. Tudtam, hogy bármit, bárhogy fogok tenni, rengeteg támadást fog érni, és azok az emberek fognak támadni, akik soha nem fogják a tevékenységet magát megnézni, és hogy mi van mögötte. És ugyanakkor meg éreztem ennek a felelősségét és a súlyát is magamon, hogy viszont tehetek rengeteg sok mindent ezekért az emberekért, ezért a szcénáért, és hiszek benne, hogy én tudok az a híd lenni, aki kiegyenlíti ezt a két tábort. Az egyéves szülinap kapcsán elgondolkodtam azon, hogy ezt élem meg a hajógyár egyik legnagyobb sikerének, hogy azok a zenészek, akik az elején visszautasították a felkéréseinket, most már ők maguk jelentkeznek és jönnek, és imádják a forgatásokat, és osztják és hirdetik a saját anyagaikat, és akarnak jönni a fesztiválra is, és a színpadainkon játszani, és büszkék arra, hogy együtt csinálunk dolgokat. Azért nagyon fontos az induló előadók kezét fogni és támogatni őket, főként szaktudással a forráson túl. Egyrésztről, hogy tudják és értsék, hogy kell elkölteni azt a megítélt forrást. Azért itt van egy menedzsmenti, produceri segítség, hogy hozzál össze úgy egy nagy lemezt, hogy ez ténylegesen hallgatóbarát legyen, hogyan kell összerakni egy dalt, hogy tud úgy kidomborítani akár vizuális szempontból a művészetedet, meg a tehetségedet, hogy ez minél több emberhez eljusson. Meg hát nagyon fontos, hogy lerövidítenénk azért azt a 10 évet, ami a hazai zeneipari szakemberek szerint 10 évbe kerül, amíg befut, és tényleg láthatóvá válik egy zenekar. Ez nagyon-nagyon sok idő, nagyon sok erőforrás és pénz és energia kell bele. Mi szeretnénk ezt megadni nekik, és minél korábban lehetőséget nyújtani arra, hogy eljussanak, és nagyobb közönséget tudhassanak magukénak. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy összetereltünk a felületre rengeteg olyan magyar zenészt, aki még nem mutatkozott meg, és nem mutatkozott meg együtt, és nem mutatkozott meg egymással, és bemutattuk egy csomó olyan szemszögből, ahogy őket még nem láthatta a közönség, és értékes, hosszú, értékálló anyagokat készítettünk róluk. Ezen túl az offline térben is kifejezetten nagy sikereket értünk el. Ott vannak a szakmai szervezetek, akikkel együttműködünk. Idén ott leszünk a Music Hungary konferencián, ott vagyunk a Buson, de itt van az A38 hajós KED, ahol különböző szerkesztők és műsorvezetők képviselnek és hoznak össze más művészeti ágakat a zenével. Nem is mertem remélni, hogy keddenként egy esti időpontban több százan fognak eljönni ezekre az eseményekre, ahol beszélgetés van, és nagyon komoly kortárs tánc például. Én nem is reméltem, hogy ennyire nyitott lesz erre a közönség. Büszke vagyok arra, hogy feszegetjük a határokat, és hogy ez átmegy, hogy összetesszük a nagyon mainstreamet a nagyon alterrel, és a populáris, a nagyon réteg műfajokkal együtt megfér egymás mellett, hogy ezek az emberek elfogadják egymást, és közösen alkotnak. Tulajdonképpen büszke vagyok arra, hogy összehoztunk ennyi embert. Vagy itt van például a fesztivál jelenlét, ahol az EFOT-tól kezdve a strandfesztiválig át a művészetek völgyén minden egyes közegbe jól működött a hajógyár színpad, és minden közönség nyitott volt arra, és nagyon vette azt a palettát, amit oda vittünk. Vagy itt van például a legendák együttműködés, ami szintén ebből a szempontból izgalmas és fűszeres, hogy nagy öregek hoztunk össze, a most futó legcoolabb és legmainstreamebb arcokkal, lásd Charlie a Well Hello-val, Ivan and the Parazol Európa kiadó, vagy itt van a klipszemle, ami nekem szakmai szempontból egy kifejezetten izgalmas történet, együtt tartjuk a szülinapunkat. Mi és a klipszemle szervezői brigádja teljesen más stílusban, teljesen más közegben, más gondolkodásmóddal létező és dolgozó emberek vagyunk, és mégis ezeket a különbségeket legyűrve egymásban megkerestük, hogy mi a közös, és együtt tartjuk ezt a szülinapot meg. Én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom. Annyira maximalista vagyok,
hogy én a kudarcokat csak egy ilyen időleges állapotnak tekintem, mert még egyetlen egy kudarcot sem hagytam kudarcnak maradni, és biztos, hogy napokig azon törtem a fejem, hogy hogy tudom ezt máshogy látni, más nézőpontból megközelíteni, hogy tudnék még rágyúrni és úgy nekiugrani, hogy ebből, ha nem is úgy, ahogy elképzeltem, de kihozzak valamilyen eredményt. Őszintén szólva, az igazi, vagy a legnagyobb kudarc az az, hogyha a saját teljesítményemben csalódok, és hát nem kétséges, hogy brutális az a munkamennyiség, ami rajta van, és az a felelősség mennyiség, és ezen a maximalizmusom sem segít sokat, úgyhogy nem sok nyugodt percem van. Megtanultam, hogy nincs időmenedzsment, hanem csak energiamenedzsment van, és ez a folyamatos kihívás számomra, hogy jól priorizáljak, és ténylegesen a lényeget lássam, és ne tántorítsanak el úgymond a kicsi sikertelenségek, vagy az időleges kudarcok. Azt gondolom, hogy pont amennyire intenzíven dolgozom, pont annyira intenzíven szakítom ki, kétségkívül nagyon ritkán és nagyon kevés időre magamat ebből, de hogy akkor teljesen telefon nélkül, teljesen internet nélkül és még áram nélkül is akarok az erdőbe csak menni, menni, menni és menni. És leginkább arra van igényem, hogy hasonló intenzitásban megéljem a magánéletemet is és a személyes életemet, mint a munkámat. A magánéletemben én egy olyan csaj vagyok, aki podcastet hallgat, és közben takarít, és közben főz egy vagy két dolgot a tűzhelyen, meg valamit a sütőben, meg közben ágyneműt cserélek, és virágokat locsolok. Azt szeretem, hogyha minél több időm jut a normális életre, és a lenyugvásra. Számomra az a fontos, mind a magánéletem, mind az életem összes területén, hogy teljesen kimaxoljam, habzsoljam, egyem, éljek vele, és hozzam ki belőle minden egyes napból a legtöbbet, a legszebbet és a legjobbat. Hát azért egy napon jó lenne az, hogyha hátra tudnék dőlni, és éppen nem lenne 5 projekt terv az asztalomon, amivel tovább kéne haladni, és nem érezném azt, hogy még ebből is, és ebből is, és ebből is ki kéne hozni, és ki lehetne hozni sokkal többet, hanem így érezném ennek a kerekségét és az eredményeit, és meg tudnék egy kicsit nyugodni. De ez még odébb van.